nem mindennapi eredményt értek el ismét a szekszárdi Gemenc Judo Klub versenyzői. A fiatalok legutóbb korosztályos országos bajnokságon jártak, ahol egy testvérpár Szepesi Botond és Szepesi Hunor is a dobogóra állhatott. Nekem volt első meccsemet megnyertem, a másodikat is, és a döntőbe jutásért kaptam ki. Csak utána meg a harmadikat is megnyertem, és így lettem harmadik helyezett. Első meccsemen a magyar bajnok ellen mentem, és azt nem sikerült megnyernem, egy Vasilival elvert, és utána mind a három meccsemet Iponnal megnyertem, és így lettem harmadik. A legkisebb szepesi fiúk szó szerint már az anyatejjel szívták magukba a sport és a judó iránti szeretetet. Ők ugyanis az ország egyetlen olyan családja, akik elmondhatják magukról, hogy három generáción keresztül sikerült az UB dobogóját meghódítaniuk. Mondhatni úgy, hogy bizonyítottunk abban, hogy idegen gyerekekkel tudunk eredményt elérni, akik nem a saját vérünk, de hát ugye ezt mindenki tudja, hogy a saját vérére azért kicsit nehezebb hatni, és hogy ők is dobogóra sikerült álljanak, ez mindenképpen egy visszaigazolás és egy hitelességet, úgymond hitelességet biztosít nekünk, hogy a idegenekkel is ezt meg tudjuk csinálni, és amit követelünk tőle, az célra vezető. A család legidősebb férfi tagja az 1970-es években hódította meg elsőként az országos bajnokság dobogóját, bár mostanra Szepesi Józsefet a teremben mindenki mesternek hívja, ettől az eredménytől még ő is büszke nagypapává vált. Ebből arra vagyok a legbüszkébb, hogy ezzel történelmet írtunk, mert azóta, amióta megtörtént ez az esemény, azóta nyomozok a 60 éves, több mint 60 éves judó múlttal, magyarországi judó múlttal, még olyan nem fordult elő, hogy apa, fia, unokája vagy annak a fia, tehát teljesen mindegy, honnan vezük, mindenki országos bajnokságon dobogós helyezést ért el, úgyhogy ha másra nem, erre nagyon-nagyon büszke vagyok. Botondnak és Hunornak egészen konkrét elképzeléseik vannak a jövőjüket illetően, míg a nagyobbik fiú olimpián akar szerepelni, addig a kisebbik világbajnokságról tervez éremmel hazatérni. Én nyilván más szemmel nézem, mint ők. Én azt szeretném, hogy az életbe állják meg a helyüket, egy elfogadott emberek legyenek, esetleg egzisztenciával rendelkezzenek, becsületesen éljenek, és onnantól kezdve, ha ezt el tudják érni, a sportpályafutásba menjünk a csúcsok felé, úgy sem működik előző említése nélkül a sportpályafutás. A szekszárdi Gemenc Judo Klub egyébként olyan sikeres éven van túl, amire nagyjából 10 éve nem volt példa. A mostani évzáró vacsorára kiállított serlegek és érmek szinte elvakították kameránk objektívját. Hogyha nagyon-nagyon őszinte akarok lenni, akkor voltak olyan eredmények, ami alul teljesültek. Ha ez bejön, akkor én azt mondom, hogy a Ács Mátics, Sáres, Berlinger féle brigádot megvertük volna. Tehát ott a csúcs 92 olimpiai pont volt, tehát itt a magyar bajnokság után járó pontokat vették figyelembe, most 86-ot teljesítettünk. Tehát mondjuk egy betévet magyar bajnoki címmel már megvertük volna a régi csapatot, úgyhogy én úgy gondolom, hogy méltán lehetünk büszkék. A szekszárdon évek óta folyó kemény munkát az Országos Szövetség is elismeri. A magyar bajnokságon elért eredmények után pontrendszert állítanak fel, és annak alapján ugye van egy meghatározott összeg a Judo Szövetségben, és annak megfelelően kihány pontot ér el, visszajuttatnak összegeket. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy tavalyihoz képest jóval többet kapunk. Bár most egy rövid ideig az ünneplésé a főszerep, ettől függetlenül a munka nem áll meg Szekszárdon. A Judo Klub ugyanis arra készül, hogy 2023-ban folytassák az idén megszerzett sikerek begyűjtését.